Sziasztok, ez itt a Ninja Kés, benne azzal a témával, hogy mit áldozott fel Uchiha Sasuke azért, hogy erősebbé váljon. Mennyit áldozott fel a hatalomért azáltal, hogy eljuthasson a testvéréhez, és végül kihívhassa őt? Kitérünk arra, hogy ki indította el benne a bosszú vágyat, aminek köszönhetően megváltozott a hősünk, illetve arról is beszélni fogunk, hogy ki jelentette számára a kísértést, ami miatt elindult a sötétség útja. Beszélünk a koráról, hogy mennyire számít hitelesnek az, hogy ilyen korban meg tudott hozni egy ilyen fontos döntést, illetve arra is ki fogunk térni, hogy mennyire számít másnak a gyerek Sasuke a tini énjéhez képest. Új stílust kapott és elképesztő fejlődést tudott elérni 3 év alatt, miután megtörtént az edzése, de vajon más meg tudta-e volna tenni azokat, amire a hősünk korábban képes volt? Sasuke megváltozásáért több tényező is felelős, és ebből az első az, hogy a bátyja tönkretette a családjukat és az egész klánjukat is. Az Uchihák elárulása, majd ezt követően a klánja lemészárlása tönkretette Sasuke-nak a békés világát, amit korábban elképzelt a világról, és egyúttal azt is elérte ez a szál, hogy megutálja a testvérét. A családja jelentette neki a legtöbbet, és az, hogy ilyen szuper bátyja volt, akire felnézett, és úgy gondolta, hogy az ő családjuk a legjobb. A legjobb életet élte, és csak az volt számára némileg rossz, hogy meg akart felelni az apjának. A testvére iránti rajongása azonban kiváltotta ezt is, és nem tudta elképzelni, hogy a bátyja valaha rosszat akarjon neki. Amikor megtörtént a nagy tragédia, ő mindezt gyerekként élte meg, ami azt jelenti, hogy annyit fogott fel belőle, hogy véget ért a nagy boldogságuk, és Itachit kell érte hibáztatnia. Amit hitt róla, semmi se volt igaz belőle, és egyúttal azt is megtanulta, hogy milyen törékeny az emberi élet, és milyen könnyen megváltozhat valakinek az élete. Az árulás és a becsapásnak az érzése szította fel benne azt a bosszú vágyat, aminek folytán az ártatlan énjének is vége szakadt, és onnantól kezdve már nem tudott úgy tekinteni a világra, mint korábban. Világ életében tudta, hogy Itachi milyen erős, és ahogy egyre idősebb lett, úgy vált jobban tisztábbá az, hogy mi kellhet ahhoz, hogy utolérje őt az erőben. Ki kellett maxolnia a ninjás tanulásokat, amit Konoha biztosíthatott a számára, ezért hiába láthattunk olykor rajta boldogságot, vagy azt, hogy kijött nagyon jól a barátaival, valójában csak kihasználta végig a környezetét. Mindenkiben csak azt látta, hogy miként lehetnek a segítségére, hogy növelődjön a hatalma, és csak megingásokat mutatott. Eljátszott persze azzal a gondolattal, hogy letesz a bosszú vágyáról, és megpróbál boldog életet élni, elfeledve a múltját, azonban, amint Itachi visszatért Konohába, kiderült, hogy a hősünk nem menekülhet a sorsa elől. A dezsvére ereje visszarángatta a magányhoz, mert a barátok elterelik a figyelmet, és nem ért semmit, amit eddig csinált, elvégre ugyanúgy nem volt esélye Itachi ellen. A döntő pillanat azonban akkor történt, amikor kiderült a számára az, hogy Naruto mekkorát tudott fejlődni, mert ezáltal Sasuke számára bizonyossá vált az, hogy ilyen korban is elérhető a nagy hatalom. Persze Sasuke-nak ennél is több kellett, ilyen haladást pedig tisztességesen nem lehetett elérni, ezért engedte, hogy Orochimaru közel kerüljön hozzá. Ha a bátyja végig gonosz volt és a sötétség útján haladt, akkor ő még gonoszabbá fog válni és még több sötét tettet fog végrehajtani, mert szerinte csak ilyen módon lehetett kiállni a dezsvére ellen. Orochimaru abban az időben Konoha bűne és a legveszélyesebb ninja volt, akit a világ láthatott. És amíg nem tértünk ki az Akatsuki-sokra és arra, hogy Itachi még Orochimarut is inasba képes rakni, addig bizony a kígyós ninja számított a történet szerint a legfőbb főellenségnek. Egy démonnak állították be, aki megtalálta az örök életet, és így örökké igába akarja hajtani a világot, a csattanó pedig az volt, hogy közösen hajtottak Itachira. Furcsának is számíthat az, hogy Sasuke mit akarhatott olyas valakitől, aki gyengébbnek számít annál, akit ő éppenséggel leszeretett volna győzni, ám itt egy alku is közre játszik, valamint a legjobban az átokpecsét számított. Ez egy olyan erőfokozó, ami egyénileg fejlődhet és démoni erővel tudja felruházni azt, aki alkalmas az elviselésére. Jugótól indul, Orochimaru ugyanis az ő ereje által valósította meg ezt a hatalmat tetkós verzióban, ami formákat is képes megadni az illető számára, azonban Orochimarunak ez nem volt annyira kifizetődő, mint Sasuke-nak. Az átlag ninják olyan szintre juthattak vele, mint a hangrejteki ninják négyese, és van Kimimaro, aki elitnek számított a vérörökség miatt, ám még ő se vált olyan erőssé, mint Sasuke.
És miért érződik az, hogy az átokpecsét erőt Sasuke-nak találták ki? Az Uchiha-ságuk miatt, hiszen ők a gyűlöletükből merítenek erőt, és ezáltal fejlődnek a szemeik is, az átokpecsét pedig Jugo őrületéből született. Vagyis negatív érzések kellenek hozzá, Sasuke pedig ilyenekből nagyon sokat tudott érezni a szomorú múltja miatt, aminek köszönhetően páratlan szörnyeteg változott belőle. Ennek a hasznát akkor érezte meg, amikor a teste elfogadta az átokbillogot, és olyanokra volt képes, amire korábban nem. Gyorsabb mozgásra, valamint nagyobb testjelőre tudott szert tenni, ez a fajta hozzáállás pedig hasonlította a bátyja szintjére. De a legjobban annak örült, hogy amikor használta az átokpecsétet, elöntötte a kegyetlenség, és nem volt bűntudata sem. Erre azért volt szüksége, mert félt attól, hogy amikor elérkezne a döntő pillanat, hogy kivégezze a Dash vérét, attól félt, hogy mégse tudná ezt megtenni, hiszen a vér ellen igazából ő se tehetett semmit, hiába váltak ellenségekké. Ezért volt olyan nagy dolog az, hogy hátrahagyta a barátait, és nem hatott rá Sakura, de még Naruto sem, mert ha őket nem tudta eldobni, a bátyjával se tudott volna kíméletlen lenni. Benne van persze, hogyha Naruto képes lett volna abban az időben megállítani a barátját, akkor másképp alakult volna minden, és Sasuke másképp rendezte volna el az ügyét a bátyjával. Elvégre kaptunk is erre egy utalást, amikor a Shippuden végén belement abba, hogy kisebb legyen, és megpróbáljon boldog lenni. Narutónak az akkori ereje azonban nem volt elegendő az átokpecsét ellen, aminek köszönhetően Sasuke bizonyosságot szerzett arra, hogy nagyon jó úton halad. Hiszen legyőzte azt, aki nemrég még erősebb volt nála, és ha kiteljesedik benne az átokbillog, lehet, hogy elérheti Itachi szintjét. De amint bement abba az erdőbe, mint olyas valaki, aki a sötét erőket uralja, a régi Sasuke-nak vége lett, és egy olyan Sasuke ébredt fel, aki bármire hajlandó volt azért, hogy fejlődni tudjon. Ezt már akkor eldöntötte, amikor kicsiként beugrott a vízbe, hogy nem félt eladni a lelkét, Orochimaru pedig olyan kísértésé vált a történetben, mintha az ördög lett volna, hogy vele a hősünk felülmúlja az Orochimarunál is nagyobb gonoszt, aki Itachi volt. Itt ki is térhetünk arra, ami az egyességüket illeti, miután Sasuke és Orochimaru megismerkedtek egymással, és ez nem lett más, mint Sasuke-nak a teste. Abban mindketten egyetértettek, hogy nem tudják legyőzni Itachit, ha viszont összetennék az erejüket, lehet, hogy sikerrel járnának. Így adott volt Orochimaru, aki a jutsuk szakértőjének számít, és alapból olyan hatalommal rendelkezett, hogy főellenség szinten van. Valamint ott volt a rejtett tehetséggel megáldott Uchiha gyerek, aki ha csak a felét is tudja a bátyja erejének, már megérné elfoglalni a testét. Orochimaru az ő szemeit is csodálatosnak tartotta, és úgy gondolta, hogy ha meg tudná szerezni Sasuke-nak a szemét, akkor majdnem ugyanannyit érhetne el, mintha Itachi szemeit kapná meg. Ugyanis ő a génekben bízott, hogyha a testvérek közül az egyik nagyra tudott törni, ez megeshet a másikkal is, de nem ki akarta venni Sasuke szemeit, és azt be akarta tenni mondjuk magának. Orochimaru a testét akarta a hősünknek, és ezáltal olyan lett volna, mintha teljesen újjá tudott volna születni, és a Sharingannal megegyezhette volna a gyucukat, amire vágyott. Viszont nem csak ezért kellett neki a hősünk, hanem a szintje miatt is, amit kialakítottak vele 3 év alatt, mert nem véletlen, hogy Kabuto félt Sasuke-tól. Amikor először élhettek együtt közösen 3-asban, akkor Kabuto véletőleg még tudta tartani a főnökösködését, hiszen a hősünket nyíltan Kakashi szintre emelték. Azonban egy olyan Sasuke kezdte meg az edzést náluk, aki legyőzte az egyfarkos Kyuubi módos Narutót. És amilyen erők elszabadultak abban a küzdelemben, lehetséges, hogy már az is sok lett volna Kabutónak, és ezáltal a szemüveges ninjánk csak a trükkökkel tudott volna érvényesülni Sasuke ellen, de a nyers hatalomban a gyerek már akkor is lehagyta. Az edzése 3 évig tartott, és csak elképzeléseink lehetnek arról, hogy milyen edzéseket hajthatott végre. Vannak persze tények, hogy különböző szerekkel növelték a hősünknek a testi erejét, valamint az álló képességét, és olyan technikákat tanult meg, aminek köszönhetően egy kivégző ninjává tudott válni. Arra nevelték, hogy a legjobb legyen, és ki tudjon állni a legerősebb ninja ellen, és minden fejlődése dédelgette Orochimarut, hogy ez a test idővel az övé lehet. Ő tanította meg a kardozásra is, aminek köszönhetően Sasuke teljesen új stílusra tudott szert tenni, és maga a kardozásos módszer azért kellett, mert ez Itachinak a gyengéjének számíthatott. Az Ambuban ugyanis rövidebb pengét forgatott, később pedig csak kunajokkal és shurikenekkel láthattuk, így egy kardos Sasuke meglephette.
Orocsimaru a saját kardjának részéből kovácsoltatta meg az új kardját a tanítványának, és mivel a Kusanagi kard a történet szerint a legélesebb fegyvernek számít, ez óriási előnyt biztosított Sasuke-nak. Olyan kardot kapott, amit a saját mozgásához alakítottak, ahogyan egy ninja harcolna egy karddal. És ugyanezt nem mondták ki, de nagyon esélyesnek tűnik az, hogy még az Uchiha technikákat is Orocsimaru tanította meg Sasuke-nak. Sasuke csak a kisebb tűztechnikákig és a damilos verzióig jutott, és mivel Orocsimaru a technikákat kutatta, elképzelhető, hogy az Uchihák jutujait is megjegyezte. Csak nem akarta őket használni, ráadásul a sárkány tűz típus a Kirinhez is kellett, amit nyíltan ő tanított meg a hősünknek. A sárkányok energiához tudják juttatni a hősünket a természetből, ami a B-terv volt Itachi ellen, ha addig fajult volna a küzdelem, amíg Sasuke csakrája el nem fogy. És így is lett, maga a Kirin pedig Orocsimarunak a sokrétűségét képviseli, hiszen ez egy olyan állat, ami több állatból van összerakva, ráadásul Orocsimaru is számtalan jutsura képes. Lehet, hogy a Kirin a legerősebb villám alakú támadás, és azért választhatta ezt a tanítványának, mert Itachi nem rendelkezett villám csakra érzékenységgel, másrészt a villám alapból illett Sasukéhez, a Chidori miatt. Kakashi úgy hitte, hogy a Nagashi, valamint az Eisho Sasuke önálló fejlesztésének számít, de könnyen lehet, hogy igazából ezt is Orochimaru tanította meg neki. A Nagashival ki lehet terjeszteni a villámokat, amivel a Kage Bunshint lehet megakadályozni, ami Itachi egyik nagy fegyvere volt. Míg az Eishoval lángyaszerűen lehet támadni, illetve vágni is lehet vele, és ez a fajta gyors megoldás azért kellett, hogy Itachi mondjuk ne tudjon gyorsan genjutsukat végrehajtani. Orochimaru azt is tudta, hogy Itachi hogyan bánik a shurikenekkel és a kunajokkal, mivel látta őt kicsiként, ahogy elvégzi a minden oldalról való kitérést és támadást. Sasuke ezt egyedül nem tanulhatta meg, hiszen láthattuk, hogy kisebb korában mennyit próbálkozott vele, így lehetséges, hogy Orochimaru vezette rá a hősünket arra, aminek köszönhetően Sasuke megidézhette a dezsvérének a szintjét. Mások azt mondhatják, hogy Sasuke akkor jutott el erre a szintre, amikor teljesen kifejlődött a Sharingannya, de akkor ezt már 13 évesen is meg kellett volna csinálnia. Nem véletlen az sem, hogy Sasuke akkor árult el pont a mesterét, amikor képes volt már erre a technikára. Ezzel érezte azt, hogy beérte a dezsvérét, és ezen kívül Orochimaru mást már nem taníthatott meg neki. És mivel a hősünk megérezte, hogy sokkal többnek számít már, mint maga Orochimaru, értelmetlen lett volna betartani az alkujukat. Pedig az eredeti terv szerint Orochimaru ment volna el az Uchiha találkozóra, ám olyan erős tanítványt nevelt, hogy végül a saját alkotása okozta a bukását. Az, hogy Orochimaru lenne a felelős Sasuke minden tudásáért, erre az is bizonyítékot adhat a számunkra, hogy Sasuke végül elnyelte a mesterét, aminek köszönhetően a történet olyan utalást tett a számunkra, mintha átvett volna tőle mindent, amit addig Orochimaru felhalmozott. Olyan volt, mintha megette volna, és ezzel nagyobb démon született, mint amivel Orochimaru elbírt volna. Pedig még az is világosnak számít, hogy Orochimaru tervezte el Sasuke-nak a ruházkodását, és egészen addig formálta, valamint élvezte a tanítványát, amíg elbírt vele. Sasuke pedig megjátszotta, hogy az eredeti tervet követi, és mindent megadott Orochimarunak, amit kért tőle. Ám közben végig el akarta árulni a mesterét, és ez pont egybeesett azzal, amikor elérkezett volna a testcserének az ideje. Azóta tudjuk, hogy Sasuke szintje meddig volt elég, és milyen harcot nyomott le a bátyja ellen, és hol tart az élete a Borutós időkre. De ha nem hagyja el annak idején a falut, és nem adja el a lelkét Orochimarunak, biztos, hogy nem jutott volna el oda, hogy harcolhasson az Akatsukisokkal, és részt vegyen a háborúban is. Később a saját képességei és a testvére adott neki új fejlődéseket, azonban a legfontosabb építkezést Orochimaru adta meg a számára. Ezért áldozott fel mindent, és vált ezzel bosszú állóvá, és tényleg meg tudta szerezni az áhított hatalmat, de a valóság szerint igazából egy ilyen tettet nem lehetett volna végrehajtani. Egy gyerek nem lehet olyan céltudatos, mint amilyen ő volt, és nem tudna feláldozni mindent egyetlen ügyért. Még akkor se, ha az illető tényleg nem tud nyugton maradni a bosszú szomtól, hiszen a végén úgyis meg lehet találni a boldogságot az életben. Az is ijesztő, hogy gyerekként elment egy idegen férfihoz és nála élt, majd tiniként egy kölcsönös, együttéléses kapcsolat alakult ki köztük. Viszont ettől válik nagyon páratlanná Sasuke-nak a karaktere, és vitte ezzel egy olyan szálat a Naruto szériába, aminek köszönhetően még Naruto-nál is többet tudott tenni ezen a téren. A Shippuden elei megjelenése még most is a legjobbnak számít, és miatta emelkedett fel a széria, mert úgy megváltozott, mintha kicserélték volna.
és ha nem hagyta volna el Konohát abban az időben, nem tudott volna megküzdeni a testvérével, nem lenne meg ez a fajta Uchihás vonal, és ezáltal Naruto se tudott volna versengeni senkivel. Ha nektek is megvan a véleményetek Sasuke áldozatáról, az erőért, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, ti bevállalnátok-e mindazt, amit Sasuke megcsinált Orochimarunál, hogy erősebbé tudjon válni. Ez volt a Ninja Kés benne azzal a témával, hogy milyen áldozatot hozott Uchiha Sasuke azért, hogy erősebb legyen. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel. És keresd a csatornát a további tartalmakért.